A Sió folyó Siógárd és Szekszárdpalán közötti szakasza ritka őszi életképeket produkált, abszolút kajakos hatalomátvételt. Ráadásul úgy, hogy ezúttal nem csak a szekszárdi kajakkenőklub bázisán volt zsongás, hanem a Siógárdi híd lábánál is folyamatosan. Ez már jelezte, hogy a tavalyi történelmi első kajakos siókupához képest, a történeti források szerint soha senki a 20. század, illetve a 21. században semmilyen versenyt ezen a folyón még nem rendezett, nos az idei másodikon változtattak a versenyen a házigazda szekszárdi kajakkenő ese vezetői, mint a verseny szervezői. Ugye a mai versenyünk a szokott kajakvenő versenyekhez képest is rendhagyó, hiszen egy adott településről, Siógárdról van a rajtunk, és ugye Szekszárdon futunk be. Ez nem megszokott a kajakkenő versenyeknél, jellemzően külföldön vannak ilyen hasonló versenyek. Minden korosztályt megimitáltak a szekszárdiak a Sióra. Egyébként a verseny rangját növelte, hogy a maratoni szakákban a felnőttek között meghirdetett Maraton Challenge versenysorozat harmadik állomása volt a Siókupa. Így a meghatározó klubok legjobbjaikkal is érkeztek. A győri Grabloplast elhozta a világ egyik, hanem a legjobbjának számító női maratonistáját, Célai Vörös Zsófiát, világ- és Európa-bajnokot, és a férfiaknál több ifjúsági világbajnokát is. De ott lapátolt a mezőnyben az elnyűhetetlen, extolnai maratonista, régi ismerősünk Boros Adrián is többek között. És volt két olyan versenyszám, ami nem jellemző a hazai kajakkenő versenyeken, ami sajátos hangulatú kajakos dzsemborivá tette a Siókupát. A normál kajakkenu futamokon felül az idén nyitottunk a szabadidős sport felé is, úgyhogy minden szabadidős sportoló, kajakos, kenús, szápos is nevezhetett a versenyünkre. Ezzel kívántunk kapcsolódni az őszi fesztiválhoz, és rengeteg helyi nevezet, aminek szívből örülünk, és azt szeretnénk, hogyha évről évre ez a futamlétszámnak a népessége nőne, és mivel itt a Sion is elindul a víziturisztika, a Sió projekt kapcsán, így van, így mindenképpen szeretnénk a szabadidős versenyzőkhöz is nyitni. Több kis település vízisportbarát polgármestere is ott volt, vagy kajakjával, vagy a SUP mezőnyében. A protokollt e tekintetben kétségtelenül a Tolna megyei közgyűlés alelnöke vezette, Orbán Attila, aki a divatossá lett SUP kategóriában állt rajthoz. A Masters futam mezőnyében egy nagyon nagy név is benevezett, a szekszárdi kajakkenu nagy barátjának számító, négyszeres korábbi síkvízi világbajnok, Storz Botond, egykori kajakkirály, aki már a Mastersben is volt világelső. Nekem nagyon tetszik a helyszín, én neveztem egyébként akkor is, amikor először nem voltam itt, és megnéztem itt a vízitelepet, hogy mégis, ha már nem vagyok egy vízitelepen, és hogyha lehet evezni a Sión, amin még sose eveztem, vagy akkor lehetőség szerint evezzek, nekem nagyon tetszik, tényleg nagyon, nagyon nyugodt kis folyó. Fontos megemlíteni, hogy szélben zajlott a verseny, de olybá tűnik a Sió ezen szakasza kellőképpen védett a szél viszontagságaitól, ami például Domborira nem igaz. Nagyon jó, hogy majdnem álló vízről van szó, tehát abszolút nem azt érzi az ember, hogy folyna, vagy valami, vagy limányok lennének, örmények, tehát tényleg nagyon jó levezhet. Ahol nagy a szél, vagy ugye kajak az nagy vízfelületen van, ott azért mindig tud hullám lenni. Szerintem azért egy viszonylag keskeny, szűk csatorna itt a Sió, és azért nem vagyunk egy folyómederben, ugye gát van mind a két oldalán a folyópartnak, tehát abszolút szerintem jó lehet. A két legértékesebb versenyszám a női és a férfi felnőtt kategóriában zajló 7 kilométer volt. Az esélyes Célai Vörös Zsófia magabiztosan nyert. Mögötte azonban az idén sokat kihagyó szekszárdi maratonista frontemberek, Nagy Viktória Fruzsina és Korsos Zsófia érkeztek, jelezvén feljövőben vannak, és egymás között döntötték el a második helyet, miután Nagy Viké lett az ezüst. Hogy mi lett a Masters kategóriában a verseny végeredménye? Nos, Storz nyerni tudott, de egyáltalán nem simán. Nem kis örömünkre a tolnaiak elnyűhetetlen szenior versenyzője, a korábbi háromszoros páros világbajnok Szakály Viktor azért rendesen megszorongatta a végén Storz Botit, aki ezek után még jobban kedveli a Siót.